Sziasztok! Ismét jelentkezek egy videóval, egy újra töltött oktató videóval. A Scout Build Ordert fogom megtanítani nektek. Ugye elkezdjük összeszedni a birkáinkat, illetve ez esetben teheneket, és beállítjuk őket a Tomb Center alá, közben elkezdünk felderíteni a többi tehénnel. Hogyha tehenek vannak, akkor mi vagy a tehénben 150 kaja van, és nem 100, mint a birkában. Ilyenkor kicsit több időnk van arra, hogy a tehén ne érjen oda a TC alá, tehát gyakorlatilag felderíteni többet tudunk egy tehénnel. Nagyon kell figyelni, hogy mindig legyen ott egy másik tehén, vagy birka, hogy itt a városközpont alatt, hogyha kifogyna az egyik, akkor azonnal el lehessen kezdeni szedni a másikat. Ennek komoly jelentősége van, ugyanis a városközpontnak folyamatosan dolgoznia kell. Ezt úgy mondjuk, hogy a TC soha ne legyen idle, tehát soha ne legyen kihasználatlan. És amint kész vannak a parasztok a birkával, már egyből szedjük a másikat. Fontos, hogy a lémelés, tehát a másik nyersanyagainak ellopása az eléggé nagy divat. Mondjuk Wublin is az volt, de itt Definitive Editionben meg még inkább. Tehát a játék elvesztette játék jellegét, és ilyen e-sport jellege van a dolgoknak. Rengeteg a kompetitív játékos, illetve rengeteg az olyan játékos, aki nem kompetitív, egyszerűen csak gyökér, és azt gondolja, hogy azzal lehet a másikat legyőzni, hogyha belémeled a nyersanyagait. El kell kezdeni behúzni a másik, vagy ez az első disznót, tehát hogy gyakorlatilag most három parasztunk van fán, 60, aki birkát szedi, és a következő is még a birkát fogja szedni. Tehát így lesz összesen 7 a városközpont alatt, és egy, aki húzza be a disznót. Ilyen esetben, amikor még nem fogy ki a birka, de már bent van a disznó, ilyenkor ugye arra figyelünk, hogy kiszedjük, ilyen 2 parasztot szoktam rajta hagyni a birkán, és a többi pedig a malacot szedi. És figyelünk arra, hogy mindig legyen annyi kajánk, hogy tudjuk a parasztokat folyamatosan gyártani. Utána malmot építünk. Ilyenkor visszaküldöm a malacra. Ugye a vathús szedik a leggyorsabban. Tehát azért célszerű, hogy abból rohadjon ki a legkevesebb. Ugye minden leütött állat húsa elkezd kirohadni. És fontos, hogy lehetőség szerint a vathúst szedjük a legtöbb paraszttal. Most nyilván nem akartam hagyni, hogy kirohadjon a malacom, vagy a birkám, és ezért elkezdtem kiszedni. Behúzzuk a második disznót. Nagyjából ezt úgy kell időzíteni, hogy nem engedjük, hogy leüssék. Hogy körülbelül akkor érjen be az első disznó, nagyjából, amikor a másik kifogy. Most ez majdnem tökéletes lett ez az időzítés, egy nagyon picivel hamarabb kellett volna bejönni a disznónak. És figyelünk, hogy ne házazódjunk be, tehát házakat építünk. Hogyha ilyen szituáció van, hogy nem fér oda, akkor menjen inkább bogyózni. És a 19., illetve a 18. paraszt, tehát a 19. pop, ő már újra fát vágni megy. Majd az utolsó 2 paraszttal létrehozunk egy új woodline-t, tehát új helyen építünk egy másik favonalat, hogyha magyarul akarjuk mondani. Egy másik lumber campet építünk. Közben keresem ezt az ellenfelet nagy erőkkel, de nem találom. Hopp, meg is van. Jó. És készülünk menni a feudális korba. Ha megvagyunk, és fölklikkeltünk feudálba, de csak klik után, akkor kiegészítjük úgy a favágóinkat, hogy az egyik lumber campen 5-en legyenek, a másikon 4-en, és egy bogyóépítő paraszt épít egy barakkot.
tehát a bogyóról veszem el, mert a bogyót szedik a leglassabban, az a legkevésbé hatékony nyersanyag, és ugye onnan veszek el egy parasztot, hogy megépítse a barakot. Nagyon fontos, hogy a barak az után épüljön, hogy elosztottuk az egyik és a másik fatelepre az 5 meg a 4 parasztot, de időben épüljön föl, tehát itt érezni kell a balanszot. Közben nézzük, hogy mit csinál az ellenfél. Hát ugye ez menetárc lenne normál esetben. Azt megköszönöm, hogyha nem viszed el a birkámat. És két paraszttal készülünk, hogy leépítsük a istállót. Ugye scoutokra szeretnénk menni. Azért választottam a magyart, mert az egyik legjobb cív a scoutrásra. Mert indirekt eco bónusza van azzal, hogy a forgingot nem kell kifejleszteni, tehát nem kell sem kovácsműhelyet építeni, sem pedig rákölteni a 150 kaját, és mégis erősebb scoutjaik lesznek. No, fölértünk feudába, fejlesztem a favágást és a horszkolát, és gyártom a parasztokat, akik elkezdenek farmolni. Gyártom a scoutokat, ha kifogy a birka, akkor közeli fára megyünk, és farmolunk. Azok a parasztok, akik kész vannak a birkával, ők rakják le a farmokat a városközpont köré, és közben kínosan figyelünk rá, hogy ne házazódjunk be. Amint van 3 scoutunk, azonnal elkezdjük a támadást. 3 scouttal. Normál esetben 4-jel, de a magyar scout az eléggé erős. Ugye amiatt, hogy rajta van a forging, tehát ugye látszik, hogy 3 plusz 3-as a scout, nem pedig 3 plusz 2-es. Jó, és 3 scouttal már támadunk. És közben farmolunk otthon. Figyelünk, hogy ha csak lehet Spearmanbe, ne fussunk bele. Ez csak egy menetárm, azt lehet bántani. Mindig először a katonákat öljük meg. És csak utána kezdjük el bántani a TC alá. Nem futunk be. És körülbelül olyan 13-30 az első ilyen pont. 13.30-ra kész kell legyünk a farmolással. Tehát addig rakjuk le a farmokat, amíg az óra 13.30-at nem mutat. És utána aranyra kezdjük el elküldeni a parasztokat. Hopp, a TC-ből az új parasztokat aranyra kezdjük el küldeni. Nem harcolunk, csak hogyha nem szenvedünk veszteségeket. Tehát azokat a harcokat, ahol mondjuk az ellenfélnek spearmenje van, azokat elkerüljük, kihasználjuk a lovasok mobilitását, és gyártjuk továbbra a scoutokat. Ugye a magyarral még az egy plusz, és azért jók a scoutok, mert olcsóbb is, tehát egy scout csak 68 kajába kerül, normál esetben 80 kaja egy scout, például ott egy spearman. Egy spearment ki lehet mikrózni. Mindjárt mutatom, hogy. Én úgy szoktam, hogy spearment akkor mikrózok ki, hogyha legalább vannak 6 a scoutjaink. Így. Jó napot! Építkezek! Jó, és akkor megint egy pár parasztot meg akarunk ölni. Az a cél ugye, hogy nagyjából 8 scoutunk legyen, sereget ezt elkerüljük, és addig ugye gyártjuk a parasztokat és küldjük aranybányászni őket. Amikor megvan 7 aranybányászó paraszt, akkor kifejlesztjük a wheelbarrow-t, és leépítjük, mondjuk ide jó is, a második stable, tehát ugye itt egy knight
Egy night follow-upot szeretnénk. Ó, ez csúnya. Normál esetben egy 1v1 gamebe, hogyha ha te nem állsz le a parasztgyártással, és kettő parasztját meg tudod ölni az ellenfélnek, az már egy nagyon komoly előny. Tehát mondjuk egy magas szintű gamebe két paraszt az már lehet egy játék megnyerő előny, játék eldöntő előny. Most egy ilyen szintű mészállás, mint ami itt történt, hogy az ellenfél már elveszített vagy 8-9 parasztot, ez már teljes mértékben GG. Ahogy lehet látni, mindjárt meg is van a nyersanyagunk. Én még ilyenkor leszoktam gyártani egy pár parasztot, és annak rendje, vagy annak... azt szerint, hogy mi a játékmenet, úgy próbálom balanszolni az ekót. Én azt szeretem, hogyha a food ekom meghatározza, és azért farmokat rakok le. Mert ugye Knight-ra akarunk menni, heten vannak aranyom. És úgy szeretem elosztani, hogy nagyjából olyan 20 farm legyen. És olyan legalább 8, de inkább több arany bányászó paraszt. El lehet húzni az apolást, tehát meg lehet csinálni, hogy csak akkor apolok, hogyha mondjuk már van 40 parasztom, én most 36 paraszttal ápoltam. Erről fogunk még beszélgetni a decision makingről, most összességében a build order-t mutatom meg nektek. Ugye kifejlesztem a lovakra az armort és a bloodline-t, illetve a gold upgrade-et. Ez a három nagyon fontos, a gold mining upgrade-et. Ez a három, ez kiemelten fontos. És sima, egyszerű night follow-upot szeretnénk, tehát nem raktunk le archery range-et. Hangsúlyozom, ez nem fog ez a taktika minden esetben működni. Sok esetben működni fog, de hogyha például az ellenfél lerak egy range-et, akkor mondjuk lehet ezt a csatát, ezt meg kéne vennem. Megvárom, hogy befejlődjön a bláz, a baj két spearman van, aha. Megvárjuk a kastélykort. Gondoskodunk róla, hogy mindenütt falazva legyünk. Szeretem ezt a build order-t, ez a sima Scout Knight, mert borzasztó hatékonynak tartom, tehát nem rossz a timingunk, ahol fölkerülünk kastélykorba, a magyar erre az egyik legjobb. Egyébként, ha az ellenfél range unitokat csinál, mármint lerak egy archery range-et és mondjuk IAS-ra megy, én azt szoktam csinálni, hogy masszolom tovább a Scout létszámot, hogy legyen egy nagyon komoly létszámom. Ugye már megvan az Iron Casting, tehát most már a magyarnak ugye a CIF bónusza befejlődött a még egy atak, a most már 3 plusz 4-esek a Scout kavárjaink is. Igazából ez már régesség GG. És a Knight-okat küldjük. Ugye én kifejlesztettem az armort is, a Chainbirding armort. Ugye azzal már majdhogy nem. Egy feudálkori sereg számára counterelhetetlenné válnak a Knight-ok, de még a Light Cavalry is. És akkor otthon gyártom 3 TC-ből az egységeket, a parasztokat. És közben 2 stable-ből folyamatosan nyomatom a Knight-okat. Ugye ezek a Knight-ok 10 plusz 2-esek, tehát az atakjuk az teljesen ki van maxolva. Most már az armorjuk is, tehát azt tudni kell, hogy ilyenkor még már a crossbowmenek ellen is nagyon komoly erőt tudnak képviselni. Melee armort is kapnak, tehát igazából ez itt nagyjából GG már. Nem tudom, hogy a gép még milyen nem adja föl, majd erősebbre állítom a fokozatot. Egy picit nagyobb kihívás legyen. És gyakorlatilag a Knight-okkal gyaluljuk a népet, közben gyártjuk a parasztokat otthon. Ha jó timinggal csináltak, és az ellenfélnek ezen a ponton még csak íjászai vannak, gyakorlatilag az íjászok szinte semmit nem sebeznek a kimaxolt chainbarding armoros Knight-oknak. Szinte semmilyen sebzést nem adnak le. És szépen ugye farmolunk, hogy tudjunk menni Imperiába. És annak a függvényében gyártjuk a Knight-okat, hogy milyen előnyünk van. Hogyha nagy a katonai előny, akkor nem kell túl investálni.
akkor na, nem kell túl investálni, de azért én azt szeretem, hogyha legalább odáig eljutunk, hogy egy 20 knight-unk azért megvan. Ugye a 3 TC-ben az a logika, az elgondolásom, hogy az egyik TC az csak aranyra dolgozik, a másik az fára, ugye ez a fára dolgozik, ez aranyra, és innen pedig farmolunk. És azt meg lehet csinálni, hogy a farmoló TC-ről is fára rakjuk ki a gathering pointot, hogy elkerüljük azt, hogy parasztok átsingóznak a semmi közepén és nem dolgoznak. Lehetőség szerint meg kell próbálni fixálni a villagerjeinket, hogy ne legyen soha idle villager. Tehát ha így van, mint most, hogy kifogy a farm, akkor elküldöm fát vágni. Lassan megvan az a knight létszám, ami szükséges. Játékmenettől függően ilyenkor le lehet rakni még egy negyedik Town Centert, ugye, hogyha nem működik csak a Knight kombó, tehát mit tudom én, például az ellenfél, és mondok valamit, Pikemeneket csinál, akkor ugye lehet kiegészítő unitba gondolkodni, mondjuk Skirmisherben, akár Archerben, ugye a magyar azért brutális erős, ezt már korábbi, régebbi videóimban kifejtettem, mert a crossbowment és a knightot is teljesen ki tudja maxolni. Tehát volt olyan 1v1 game, hogy úgy nyertem meg, például Frank ellen, hogy hiába volt a Franknak papíron jobb unitja, az Arbalest, ugye a kimax, tehát az Arbalest az imperiálkori crossbowman, az Arbalest paladin kombómmal nem tudott egész egyszerűen mit kezdeni. Elküldök párat, próbálunk figyelni az Echo Balance-ra. Nyilván ez nem lesz egyszerű, tehát az, hogy közben a knight-ok ne halljanak meg, vagy ne kerüljenek olyan szituációba, ami számukra nem jó, és közben az Echo-t próbálja az ember balanszolni, tehát lehetőség szerint egy nyersanyagból se legyen túl sok, és aszerint kell kialakítani az ekonomit, hogy mire akarunk menni. De mondjuk a gép az azért hősiesen küzd, még nem adta föl. Amint kész az egyetem, azonnal ápolunk az imperiális korba, és ugye azt szerint alakítom ki az ekót, hogy milyen unitra szeretnék menni. Névlegesen ugye a nehéz lovasságot szeretném erőltetni, tehát mondjuk egy paladin gameplay. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy rengeteg legyen a parasztunk a kaján és az aranyon. Ugye ez a két unit kell. És elkezdünk építeni mégis tálókat. És nem házazódunk be. Na. Nagyon sérült knight-om. Őt kiveszem. Ő elmegy rehabra. Lehet, hogy itt is kap egy kis HP-t, és akkor... Na. Ja. Látjátok, fönt majdnem 30 villagerem van aranyom. És ugye a fára, a kajára is figyelek, hogy amennyi csak lehet, annyi legyen. És rakok le még istállókat. Amint fönt vagyok, fejlesztem a cavalier-t és az armort.
Ilyenkor ugye nagyon fontos, hogy már nekik befejlődött a 10 plusz 4. Tehát ilyenkor a magyar ez nagyon sokat tud jelenteni. Egyik cimborámmal beszélgettünk erről, hogy imperiába, egy early imperiába ez mekkora ez a bónusz. Tehát itt nem csak az számít, hogy nem kell kifejleszteni pénzért, tehát ugye aranyért a Blessed Furnace, ugye az adja a még plusz 2 attackot, hanem itt az is egy komoly lényeg, hogy nem telik el idő sem, hanem azonnal megvan, és ennek igenis van jelentősége. Tehát például döntő lehet egy másik lovas civ ellen, vagy mondjuk nyilván íjászok ellen nem a Blessed Furnace a mérvadó, hanem ott ugye az armor az érdekes. Hogyha megvan rajtuk a plusz 4-es armor, akkor szinte a crossbowmenek, de még az arbaleszt is olyan, hogy alig tudja sebezni, és fejlesztjük a paladint. Itt a paladinra nem muszáj, tehát a paladin nem kell kierőltetni, hogyha az embernek nincs úgy nyersanyaga, most nekem ugye van 45 parasztom kaján, 40, majdnem 40 aranyon, tehát ez így egy, nyilván ez így egy katonai fölény, viszont hogyha, tehát inkább legyen létszám kavalírból, mint kevés paladin. Most ugye nyilván, mivel kavalírból is van létszámom, és paladinból, vagy tehát paladinra is megvan a nyersanyagom, nyilván ez így egy kényelmes szituáció. De egyébként ezt azért figyelni kell, tehát ez nincs kőbevés, vagy a paladin upgrade-nak jönnie kell. Én azt szeretem, hogyha például magyarral IAC-cív ellen játszok, mondjuk egy maja ellen, és van jó védekezésem Halberdír ellen, tehát mit tudom én, egy Elitz Kirmisert oda tettem, akkor gyakorlatilag a paladin ugye szinte levédekezhetetlen egy IAC-cívnek, mert ha nem tud hozzá halbit tenni, vagy ha a Halberdírt te semlegesíteni tudod valamivel, mindjárt látni fogjátok, ugye a Cavalier-nak 2 plusz 2-es az alappírszármol, és 4-et adottak hozzá a kovács műhely fejlesztések. Mindjárt befejlődik a paladin. És ugye itt az a nagy event, ugye azt várjuk igazából, és utána defeatre verjük a gépet. De itt az lesz az érdekes, hogy látjátok a statját, hogy kap még egy pírszármort alapból. Ez a 7-es pírszármorja, és a kimaxolt imperiálkori árbaleszteknek 8-as az atakjuk. És azzal azt jelenti, hogy abból 7-et levesz a paladin, tehát gyakorlatilag csak simogatni tudják kvázi az íjászok a kimaxolt paladinokat. És hogyha megvan védve a paladin, megvan védve a halberdírektől, akkor gyakorlatilag nem igazán lehet vele mit kezdeni. Szerintem ez a gép addig nem adja föl, meddig a TC áll. Ezt most megszüntetjük. De legalább így végig tudtam mutatni a build order-t, nem csak a feudált, hanem azt is, hogy imperiában mit kell csinálni. És nagyjából ez a 120 és 130 körüli villager popra törekszünk, de hát lehet látni, hogy egy optimalizált ekóval, tehát van majdnem 3000 kajám és 3200 aranyam, hogy ezzel majdhogy nem a végtelenségig lehetne a paladin tömleszteni. És a paladin az elsősorban egy raid unit, az nem main unit, tehát nem arra szolgál, hogy te harcoljál az ellenféllel, hanem arra szolgál, hogy bemenjél és az ekóját minél hamarabb azonnal megöld. Ugye ez a magas pírszármor és a magas milliármor, meg a nagy atak, a nagy HP, ezek ezt szolgálják. Nyilván harcolni is jó, de egy paladin raidet meg kell csinálni az ellenfélen, és abból nem tud kijönni. És ugye próbálom ilyenkor szedni az aranyat, azért is indultam el ezt az aranyat kiszedni, ezt még nem fedeztem föl. Ilyenkor, ha paladinozni akarunk, akkor a fa és arany echo, ez a legfontosabb, hogy ebből mennyi van. Úgyhogy ez volt a Scout Knight Build Order, és hamarosan jelentkezek a következővel.